Ma már senki sem vitatja, hogy a nemzeti szocializmushoz hasonlóan a kommunizmus is egy őrült eszme volt, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok emléknapi alkalmából tartott megemlékezésen. A kormányfő hozzátette, saját biztonsága fejében a nyugat tálcán nyújtotta át a Szovjetuniónak Európa szabadságszerető népeinek jelentős hányadát. Az áldozatokra a Terrorháza Múzeum előtt mécses gyújtással emlékeztek. Itt van egy épület, amely annak idején a GPU központja volt, börtön volt. A Derkovics Gyula általános iskola falaira mutatott a szórakész elnöke. Menczer Erzsébet hangsúlyozta, a szovjet megszállás után óriási igazságtalanságok történtek a börtön falai között, amiben az akkori magyar kommunista szimpatizáns hatóságok is bűnösök voltak. Ma már egy óvodában is tudják, amíg olvasni, írni nem tudó emberpalánták, hogy idézem, magyar hatóságok hivatalos közreműködésével szedték össze a zsidónak minősülő személyeket a II. Világháború vége felé. És erre nincs bocsánat. Mindez valóban így helyes, csak hiányos. Ma már senki sem vitatja, hogy a nemzeti szocializmushoz hasonlóan a kommunizmus is egy őrült eszme volt, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kifejtette, amikor a nácizmus gondolata háborúba rántotta a világot, a nyugati világ felismerte, hogy a léte forog kockán, így szövetségre lépett egy másik őrült gondolattal, a kommunizmussal és annak gazdájával. Mennyire fontos, különösen most, amikor Európa ismét támadás alatt áll, hogy a magyar fiatalok ismerjék a 20. századi diktatúrák szellemi eltévejedéseit, és szívükben azzal az elhatározással nőjenek föl, hogy ez ne történhessen meg soha többé. Becsüljük meg, hogy még együtt emlékezhetünk azokkal, akik tanúi voltak a szovjet kényszermunkatáborok világának. A megemlékezők ezt követően a Terrorháza Múzeum elé vonultak. A helyszínen Rétvári Bence kijelentette, azért kell megismernünk a 20. század történelmének sötét időszakát, hogy az ne ismétlődhessen meg újra. Igen, csak meggyötörte a 20. század hazánkat. Két világháború, egy békediktátum, egy eltiport forradalom, és hét rendszerváltás zajlott végig a 20. században Magyarországon. Sokáig maga a gulág és a málenki robot is tabunak számított. 70 esztendővel később is emlékezni és emlékeztetni kell, hangsúlyozta a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója. Több százezer ember elhurcolása, rabtelepen dolgoztatása megtorlásnak számít. A kérdés az, hogy megtorolható-e valami, főleg azokon, akik nem követtek el semmit, csak egyszerűen magyarok voltak, vagy akkor és most is mondjuk Magyarország is vábok, és hozzá kell tennem, hogy zsidók. A múzeum előtt az összegyűltek mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére.